Mit képzeltél, Istók? Hogy templom a színház, a színpad meg oltár. Te bolond is voltál. Jegyet vagy életet? Azért jöttem, hogy színész legyek. Nincs tapasztalatom, nincs egy rendes ruhám se, de bármit megtennék a színházért. Lilian kisasszony velünk fog utazni. Pozsonyból érkezett, az ottani színházban játszom. Szákvit nem kell bemutatni, igaz? Művész úr. Ne fáradj, úgyse jegyzem meg. Te nem nagyon érte semmit ebből a világból, nem igaz? Majd a nap utolsó sugara is kihuny. Mi az Isten csinál? Sötét! Lehet, hogy jól hazudsz, de nem vagy színész. Nem az a színész, aki a színpadon van. Szüleim mindent feladtak érte. Hát akkor nincs más. Híresnek kell lenned. Már több hónapja küliszünk magának. Nagyon rendes szerepeket. Vagy mindketten elmegyünk. Ki van ott? Nem tetszik, amit láttál. Ez már nem a te jelmezed. Te Rómeót játszod. Ez az az esély. Te döntésed. Milyen érzés volt egyszerre lenni a nagy rendezővel és a pakoló fiúval? Tagadd meg atyád, és dobd el neved, vagy én nem leszek többé Capulet. A végén meg kell jegyeznem a nevedet.